és kapcsoljátok be automatikusan a rádiót. Én is ilyen vagyok, csak nem a rádiót hallgatom, hanem a zenét. Kapcsolom be a kis lejátszómat. Hú, basszus. Se kép, se hang. Mondom, biztos, ami biztos. Leállítom az autót, kiveszem a kulcsot, vártam pár percet, visszadugtam a kulcsot, gyújtás, Zzz. elindítottam a motorocskát, nyomom be újra, ám mondom, hát, hogyha valamilyen kontakthiba, mit tudom én, egy ilyen egyszerű pillanat. Tudjátok, mint hogy a mobiltelefon is néha így megadja magát. a mobiltelefonról most inkább ne beszéljünk. Media Markt! Azóta sincs gyors töltöm, gyerekek. Tojnak az egészre. Na mindegy, hagyjuk is. De néha egyébként, hogyha lefagy a mobiltelefon, van, hogy elég. Egy újraindítás, egy rezet, és minden oké. Okay. A legszerencsésebb helyzetben, ugye. Szóval visszakanyarodjunk a lejátszóhoz, kapcsolnám be, de se kép, se hang. Bevillant, mivel egyébként korábban volt már ilyen jellegű problémám, akkor gyorsban csináltam meg, az ajtó, tudjátok, kiben nyitódik, és ott valahol len van egy kábelköteg, ami ilyenkor azért mozgásban van. És néha egy-egy vezeték megadja magát, megfeszül, és elszakad. Volt ilyen jellegű problémám a rádióval kapcsolatban, szétszedtem a nagy kábel köteget ott az ajtónál, láttam is, hogy pár vezeték el volt szakadva, ekkor még nem gondoltam az elektromos ablakem előre, de volt bennem egy halvány remény, hogy lehet, hogy azzal is ilyen probléma lesz. Na most nem volt egyszerű megoldani, megmondom őszintén. Ezt otthon én magam csináltam, de hogy mentem el autó villamosságihoz, a franc se tudja mennyibe került volna. Gondoltam, ha valamit én meg tudok csinálni, akkor azért miért fizessek. Így is tettem, leszettem szépen a gumiharangot, majd elém tárult a nagy kábelköteg. Volt vagy 15 vezeték benne, volt plusz részdrótom, volt plusz szigetelőanyagom. Sajnos időközben, mert nagyon picike helyen volt ott, el kellett vágnom a gumiharangot, amit később Mondjuk azt, hogy kicsit összebuheráltam, de még úgy szép fajta módon, ha valaki így hirtelen ránéz, nem vesz észre, de én tudom, hogy egyébként azt sajnos el kellett vágnom visszintesen, hogy a komplet vezetékhez hozzáférjek. Lebontottam az ajtó kárpitot és burkolatot, de az én kezem nem fért be oda a csatlakozó környékéhez, így egy meglévő kis 10 centis helyen kellett szerelnem, úgyhogy az összes vezetéket megcsináltam, sőt, amin úgy láttam, például volt egy lila szálú, vezeték, lila színű, és már picikét fehér volt, tehát az is feszült, inkább elvágtam, kivágtam belőle egy pár centis darabot, kipótoltam, szigeteltem, hogy inkább minden rendben legyen vele. Ez nekem több óráig tartott, elment vele egy komplett délutánom, de semmi baj, megcsináltam, és egyébként is jó érzés az, amikor az ember valamit saját maga által megcsinál, ugye? Alkotunk. És nem fizet érte. Jó, most nyilván kell hozzá egy-két szerszám, szigetelőanyag, részdrót, mit mondtam még, lehet, hogy én faragtam ki egy csavarhúzót, vagy valami, de most ezeket ne számoljuk fel. Ha elmegyek szervizbe, akkor borsos árat ki kell fizetni, remélhetőleg jól is megcsinálják akkor az elvégzett munkát, sajnos nem minden esetben. Na de, itt arról van szó, ha én meg tudom csinálni, akkor miért ne megjutalmazom magamat egy pohár vízzel? Szóval, megcsináltam a komplet vezetékelést, becsuktam az ajtót, sluszkulcs fordítom, beindult a gépjármű, megnyomtam a lejátszót, bum, 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 szól a zene, ó, és meg jó is a hang, talán még jobban is szól, mint előtte. Majd gondoltam, nem volt bennem az, hogy ezzel működni fog az elektromos ablak, bár volt bennem egy hajszányi remény, talán, és képzeljétek el, megnyomtam a gombot, Zzzz, és működött, csak el volt szakadva egy vezeték. Ó, mondom, de jó, de ügyes vagyok. Most mondjátok meg, elmentem a nagy szervizbe. Rádugtak a kicsávókám a kis laptopot. Milyen autó, milyen motor, évjárat, esetleg motorkód, nincs hiba, nem ír hiba üzenetet, akkor nincs is probléma. Ó, basszus, aztán nézzétek meg, el volt szakadva egy vezeték vagy lehet, hogy kettő is, nem tudom. Jó néhány vezeték egyébként kompletten el volt szakadva a zajtó részbe, de igazándiból sikerült megoldani. De jó, nagyon örültem neki. A szerelő bácsi meg... Í, í, mert nem tudom, mit gondolt, hogyha eleve nem működik az elektromos ablakom, ő majd í, kézi erővel lefeszíti, lenyomja, utána majd vissza is fogja húzni, vagy nem tudom, mire gondolta. Mindegy, hagyjuk is. Örültem, mint majom a farkának. Még simogattam is. Nem húzogattam fejezbe, miért húzogattam? Csak simogattam. Na, úgyhogy volt egy ilyen sztorim is, gyerekek. Nagyon örültem neki. Volt jó néhány dolog, amit egyébként én magam javítottam meg, cseréltem ki, szereltem meg. Ez azért valamilyen szinten elégedettséggel tölt el. Örülünk neki, nem? Valamit meg tudunk oldani. Megjavítottuk, jó lett a rádió, jó lett az elektromos ablakom. Tiszta siker, na! Nos, ez a történet ennyi lett volna. Tudjátok, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, kommenteljetek, saját vélemény, saját tapasztalat, nagyon szívesen elolvasnám. Köszönöm szépen mindenkinek, aki végighallgatta ezt a videót is. Hamarosan újra jelentkezem, legyen további szép kellemes napotok. Sziasztok, ciao, ciao, ciao.